Nagy szeretettel köszöntöm a nézőket ebbe a nem egyszerű, különleges és nehéz helyzetbe, amiben a világ, Európa, Magyarország és a mi vidékünkön is van. Sok mindent megértünk, sok mindent láttunk, de ez a helyzettel igazából senki nem találkozott, senki nem tudott felkészülni rá. Hiszen ahogy hallodjuk a híreket, összeomlás szélén van az olasz egészségügy, már Franciaország, Spanyolországban is tarthatatlan a helyzet, és a koronavírus elérkezett Magyarországra is. Ma reggeli hír, hogy 73 megbetegedést regisztráltak. Mindannyiunktól más gondolkodást, felkészülést és más életmódot vár ez a helyzet. Ahogy az idősektől hallottuk, első az egészség, először erről szeretnék beszélni. Vigyázzunk mindannyian egymásra, hiszen vannak olyan intézkedések, amelyeket már néhány ország megtapasztalt. Azt is, amikor nem tartották be ezeket az intézkedéseket, és akkor is, amikor betartották. Ha ezeket a szigorú intézkedéseket, hogy lehetőleg maradjunk otthon, a higiéniás feltételeket biztosítsunk, sűrű mossunk kezet, lehetőleg használjunk maszkot, az idősek semmiképpen ne járkáljanak az utcán feleslegesen, ha ezeket betartjuk, akkor ez a vírust, ezt a csapást tudjuk mérsékelni, tudjuk kordánban tartani. Amennyiben nem, akkor ugyanúgy járunk, mint ahogy láttuk Olaszországban. Hiszen amikor iskolaszünetet, munkaszünetet rendeltek el, az emberek kimentek az utcára, kimentek a szórakozó helyekre, élvezték a tavaszi napsütést, és egy hét múlva berobbant a vírus. Több tízezer beteg, több ezer halottat lehet írni a vírus számlájára. Tehát kérek mindenkit, itt vidéken is, hiszen amikor kinézünk az utcára, akkor azt látjuk, hogy a gyerekek már nincsenek az utcán, hiszen digitális tanrend, otthoni tanulás lett bevezetve, néhány fiatal van, de az idősek, akik a legveszélyeztetettebbek, vásárolnak, járkálnak, jönnek, mennek. Én kérek mindenkit, hogy tartsa be ezeket a szigorú szabályokat, hiszen vigyáznunk kell egymásra. És az idősek, a 70 év felettiek a legkiszolgáltatottabbak, a koronavírus áldozatai közülük kerülnek ki. És a másik fontos dolog, láthatjuk azt, hogyha bezárnak az üzletek, bezárnak az iskolák, kisebb a kereslet, akkor ez a gazdaságra is kihat. Hírekben hallottuk, leállnak az autógyárak, leállnak a különböző üzemek, nincs termelés, az államnak nincs adóbevétele, a dolgozóknak nincs fizetése. Erre az időszakra is fel kell készülni. A kormány a tegnapi napon intézkedéseket hozott. Ezek az intézkedések egy sorban az első gazdaságvédelmi intézkedések. Ezek közül a legfontosabb, hogy a tegnapig felvett hitelek után december 31-ig, tehát 2020 az idei év december 31-ig nem kell sem kamatot, sem tőkét fizetni. Tehát a hiteleket felfüggeszti, a hitelek fizetését függeszti fel. Ez nagyon fontos, hiszen hogyha csökkennek a jövedelmek, nincsenek jövedelmek, vagy a cégeknek kevésebb a bevétele, akkor azokat a hiteleket, amelyeket eddig felvett, nem tudja fizetni, tehát december 31-ig semmilyen hitelt, sem tőkét, sem kamatot, sem kezelési költséget nem kell fizetni. De nekünk az a legfontosabb, hogy amikor a járványnak vége lesz, akkor a magyar gazdaságot minél hamarabb be tudjuk indítani. Mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok, és azt kívánom, hogy vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra, vigyázzunk az idősekre.